Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a Weekend mai adásában lesz zene, tánc, kiállítás és könyv is. Ahogy az lenni szokott, igyekeztünk színes műsort összeállítani önöknek. Már decembert írunk, vasárnap meg kell gyújtani majd az első adventi gyertyát, ezért kicsit az ünnepekre hangolódunk. Ilyenkor a jótékonyság sokaknál kerül fókuszba, nem véletlenül, hiszen jónak lenni jó. És ez sem véletlenül mondtam így, vendégünk Bregicer Fruzsina, és erről beszélgetünk most. Szia, jó estét! Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy itt lehetek. Hát mi köszönjük, hogy eljöttél, és én azért nagyon remélem, hogy maga ez a mondat már ismerősen cseng a nézők számára, jónak lenni jó, és érzik, ha nem is tudnak konkrétumokat esetleg, hogy valamiféle nagyon pozitív kezdeményezés áll mögötte. Mióta is rendeznek különböző esteket, vagy rendezvényeket ennek a szlogennek az égisze alatt? 12. alkalommal szervezi, rendezi meg a közmédia ezt a jónak lenni jó jótékonysági akciót, és mindig kiszemelnek egy olyan szervezetet, vagy egyesületet, vagy például a Dévai Ferences Alapítvány is célzott személy volt, akiknek lehet gyűjteni adományokat, van, amikor különböző tárgyakra lehet licitálni, és az is az adományokhoz sorolódik. 12. éve dolgoznak ezen a közmédia munkatársai élén Siklósi Beatrixszal, és nagyon megrendítő az egésznek a folyamata, amikor már októberben a spotok, reklámok jönnek, mennek, illetve a médiákból folyamatosan pici riportokkal, kis filmecskékkel, videókkal húzzák alá ennek a dolognak a jelentőségét, mert az, hogy jónak lenni jó, ezt egy picit be kell égetni az emberekbe, vagy picit el kell szélesebben meg kell éreztetni, hogy igenis vannak rászorulók, túl az egyébként is nagyon szegény embereken, de amikor egy ilyen, mint például most a koraszülött és vele született rendellenességgel született gyermekek fejlesztésére való alapítvány kapja majd ezeket a pénzeket, hogy ez egy milyen jelentős folyamat. Közmédia el fogja például jelen esetben magyarázni, hogy amikor ezek a gyerekek megszületnek, egy irgalmatlan apparátus túl az orvosokon, ápolókon, itt mozgásterapeuták, pszichológusok, és most például művészterapeuták fognak sorba állni, hogy ezeket a gyermekeket nem csak egész pici korukig, hanem iskolás korukig is kövessék, és tudják segíteni a fejlődésüket. Most, hogy ezt említetted, nemrégiben beszélgettem szülőkkel, ahol nagyon-nagyon korán és váratlanul alig 25 hetesen született meg a baba, és majdnem egy fél éves időszak volt, amikor ők kórházban voltak az anyával, ameddig elérte azt a súlyt, ami mondjuk egy 2500 gram, amivel egy pici baba megszületik, még az is nagyon pici, és az édesapának dolgozni kellett, és minden nap sok-sok kilométert, majdnem 80 kilométert autózott, hogy lássa a gyermekét és a feleségét. És amikor valaki babára vár, és babára szeretne, akkor ezek a nagyon nehéz helyzetek nyilván eszébe se jutnak, hál' Istennek, ami amúgy nem baj, mert hát milyen is lenne a várakozás időszaka, csak a félelmeinkkel lennénk tele, de hogy valóban mennyi emberre lenne szükség, hiszen szükség lenne pszichológusra például apának is, aki szegény csak küzd azzal, hogy dolgozik, és reménykedik abban, hogy majd egyszer egy egészséges gyermeket fog hazavinni. Úgyhogy ez valóban rengeteg pénzt temészt fel, tehát úgy gondolom, hogy minden forintnak, amely összegyűlik ezen a rendezvényen, helye lesz. Igen. És már tavaly a Covid árvák megsegítésére alakult alapítvány, amelyet Herceg Anitáék kezelnek. Erre szakosodott alapítványra gyűjtött az ország, és még tavaly
kékcsei polgármester asszonnyal, Szekeres Katalinnal szövetkeztem, és tavaly csináltunk egy jótékonysági estecskét a római katolikus templomban, és Istennek hála, nagyon nagy érdeklődéssel, hála a kékcsei szervezésnek, az asszonyok nem ültek öbbetett kézzel. Dugig volt a templom, már akkor próbáltunk ebben úgymond részt venni, és most a nyáron szólította meg Beatrixot, és kicsit rásegített engem ez a bizonyos beregszászi csodálatos kitüntetés, ugyanis amikor a beregszász és a kárpátaljai magyar művész kollégák éppen a legsanyarúbb helyzetben lévők gondolnak másokra, ez működtetett engem is, amikor szembe jött velem egy nagyon elszomorító statisztika, hogy mi vagyunk a leghátrányosabb megye az országban. És azt mondtam, hogy igenis, a leghátrányosabb és a legszegényebb, hogy a Koldus asszony két fillérje segítsen meg akkor ezt a dolgot, és így szólítottam meg régi kalandvágyó harcos társamat, Tamás Attilát, akinek innen kívánunk jobbulást és jó egészséget, hogy mit szól hozzá, hogy lenne ebbe társ és partner. Így a Vikár Sándor Zeneiskolában december 10-én este 6 órakor egy jótékonysági koncertet szeretnénk adni, és minden jegy, amelyet vásárolnak az érdeklődők, a vendégeink, az mind a jónak lenni jó nagy kalapjába kerülne bele. De gondolom úgy, hogy ez majd megjelenik, hogy Nyíregyháza, illetve ez a rendezvény ilyen bevételt produkál. Tehát ezt azért is mondjuk el a nézőknek, hogyha esetleg valaki nem tud eljönni, de szeretne csatlakozni, akár gondolom, hogy nektek is utalhat, vagy ennek a rendezvénynek valahogy, hogy igenis meg tud azt mutatni, hogy a leghátrányosabb település mennyit adott. Annál is inkább, mert éppen Pestre is kell menjek ez ügyben, hogy ott is megfogalmazzam ezeket, és ott is hangoztassam, hogy majd a nyíregyházi jónak lenni jó, az ennyit tudott adni, amennyit tudott. És ez a bizonyos bankszámlaszámunk az éppen december 17-éig él ugyanúgy. Hiába van 10-én a maga a koncert, hogyha 17-éig lehet feltölteni az alapítványi számunkra majd. És azért már eddig is mellétek álltak vállalkozások, támogatók, szponzorok, úgyhogy várjátok még, gondolom, azokat, akik segíteni szeretnél. Igen, és nagyon nagyra becsülöm Groska Erikát, Futkos Attilát és Lakatos Tibor urakat, hogy első szóra ugrottak, és hát természetesen akinek még kedve és energiája is lehetősége van, azokat még mind várjuk, hogy álljanak emelé a kezdeményezés mellé. Elfogyott az időnk, csak néhány nevet a fellépők közül, hiszen gondolom, hogy zene, ének és tánc is minden lesz majd. A tánc nem, és éppen ezért inkább a muzsika és a dalolás oldaláról akartuk megközelíteni ezt a közös lélekben való együttlétet. Szocska Ábel, görögkatolikus püspök atya lesz az est fővédnöke, fellépnek Horváth Margit, Kosik Anita, Munkácsi Anita, a három tenorunk, és tehát Gulácsi Attila, Horváth Viktor és Tardániel, valamint Gulyás Attila, és én moderálom majd az estet. Kihagyhatatlan, hogy a zeneiskola csodálatos tanárai és különleges növendékeit is a színpadon találjuk majd. Hát akkor december 10-én este 6 órakor várunk. Igen. Mindenkit szeretettel. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy kézben tartod, hogy ilyen jóságos vagy. Kedves nézők, zene után akkor tényleg folytassuk most tánccal. A műsort 21. alkalommal rendezték meg az Országos Ifjúsági Néptáncfesztivált Nyíregyházán. A kezdetekről és a jelenről Demarcsák György beszélt. Meglehetősen nehezen indult, hiszen Nyíregyházán nem volt ennek hagyománya, de amikor az alapfokú művészet oktatási intézmények, vagy alapfokú művészeti iskolákban egyre több gyermek táncos nevelődött ki, egyébként országszerte, de Nyíregyházán is,
akkor úgy döntöttünk, hogy legyen már az ifjúságnak is saját fesztiválja, és akkor az Országos Ifjúsági Néptáncfesztiválokat Pápán rendezik, az egyik évben, a másik évben pedig Nyíregyházán, tehát itt minden második évben rendezünk fesztivált. Az első fesztiválokon nagyon sok együttes volt egyébként, tehát akkor úgy hirtelen berobbant ez a köztudatba, és jöttek az együttesek, tehát ilyen 20-as létszámokkal és két napos fesztivált tudtunk rendezni. Most 10 jelentkeztek ide, végül 9 jöttek el, és hát így egy nap alatt meg tudjuk csinálni ezt a fesztivált. De hát ez egy óriási dolog, hogy az országnak különböző részeiről ide jönnek Nyíregyházára ezek a fiatalok azért, hogy itt együtt összemérhessék az erejüket egymással. A teljes igénye nélkül honnan érkeztek a mai rendezvényre az együttesek? Jött ide együttes Edelényből, Jászberényből, Szegvárról, vannak nyíregyházi együttesek, Debrecenből a Debreceni Népi Együttes, és még Máté Szalkai, a Szatmár Tánc Együttes is itt van, úgyhogy jó változatos a felhozatal. Nagyon sok minden csábítja a mai fiatalokat. Mennyire népszerű ezek között, a csábítások között a néptánc? Úgy tűnik, egy ilyen fesztiválkor látszik, hogy a fiatalságnak van egy olyan meglehetősen nagy rétege, amelyik nagyon szívesen foglalkozik a saját hagyományaival, a hagyomány őrzésével. Ezen keresztül, ugye, hogy megmutathassa magát a színpadon is, hogyha avatott alkotók, koreográfusok, illetve tánccsoport vezetők, közösségformáló vezetők vezetik őket és mutatják nekik az utat, akkor óriási eredményeket érnek el, és fantasztikus közösségek épülnek. Itt volt olyan együttes, akinek a vezetője a színfalak mögött mondta nekem, hogy azt a szöveget nem olvastad fel, ami a közösség építésről szól. Én is mondtam neki, hogy már nem küldtétek el, de ettől függetlenül mindegyik csoport tulajdonképpen ugyanazt csinálja. Megpróbál olyan közösségeket építeni, hogy minél tovább megmaradjanak ezek a fiatalok a néptánc világában, és felnőtt együttesként, hát hiszen legtöbbnél elhangzott, hogy melyik együttesnek az utánpótlás csoportja, felnőttként is sokáig táncoljanak, mondjuk olyan sokáig, mint én. Ez a rendezvény, mint említetted, 2 évvel lesz megint Nyíregyházán, viszont nektek mi lesz a legközelebbi nagy rendezvényetek? A Nyírség Táncegyüttes most épp egy felkészülési időszakban van. Készülünk egy önálló műsor bemutatásra, ami várható a március 15-én kerül színpadra, de egyébként a jövő évnek nem ez lesz a legnagyobb eseménye, hanem tulajdonképpen a jövő év a Nyírség Táncegyüttes számára jubileum év. 50 éves lesz a társulat, a következő évben, pontosan egy hónap múlva, november 30-án a Continental Arénában egy újabb nagy jubileumi gálaműsort mutatunk be. Reméljük, hogy ismét teltházzal sok emberrel, jó időben, jó melegben ott a csarnokban, reméljük, hogy nem fog túl sokba kerülni a fűtés sem. No de, szóval erre fogunk készülni, és hát addig is nagyon sok minden egyéb rendezvény lesz. Itt a 2 hét múlva kerül sorra majd Nyíregyházán egyébként az Országos Ifjúsági Szólótáncversenynek, a néptáncosok szólótáncversenyének a válogatója, és innen lehet majd tovább jutni az egri ifjúsági szólóra. Thank you.
műsor elején említettem, hogy vasárnap már gyertyagyújtás, ahogy az lenni szokott Nyíregyházán, a Kossuth téren is. Az adventi programokról beszélgetünk a következő percekben Szabó Tamással. Szia, jó estét! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a nézőket! Igen. Már a dekorációt ugye, meg nyilván a házakat, meg a magát az érzést, azt tapasztalják a nyíregyháziak, de hát az advent első igazi nagy ünnepe, az első gyertya meggyújtása, mesélj. Mi mindennek így van, készül. Elérkezett ugye az év vége, az adventi időszak, ugye a várakozás, ahogy a szó eredeti jelentése is, ugye Adventus Domini, várakozás az Úr eljövetelére. Ez talán az egyik legmeghittebb és legszebb ünnepi időszak a egész évben. Ugye ezt hivatalosan az advent első vasárnapján veszi kezdetét, ez most idén december 3-ára esik. Ez ugye egy mozgó ünnep, ezt tudni kell Szent András napjához legközelebb álló vasárnapba határozták meg, úgyhogy ez most december 3-án kezdődik, és ugye december 24-ig tart az adventi időszak, és ugye ennek a legkiemeltebb eseményei mindig is az adventi gyertya meggyújtása. Úgyhogy minden vasárnap 4:30-kor az egy-egy adventi gyertya meggyújtják, és ezzel is egy kis lángot, örömöt, fényt hozni az emberek életébe. Ugye a forgatag már üzemel, több mint 50 árus lesz kint, finomságokat, mézes karács forradból, ami hozzátartozik ugye az év végéhez, a hangulathához, az illatok, az ízeket, illetve hát ugye december 3-án felgyulladnak a fények, a karácsonyi fények, ezzel is jelezve, hogy megkezdődik ez az ünnepi időszak, a várakozás időszaka. Nagyon sokan ilyenkor kifejezetten azért mennek, hogy egy kicsit már töltekezzenek, egyrészt nyilván lehet nézelődni, meg akár vásárolgatni, meglepetéseket is beszerezni még karácsonyig, de maga az, hogy azért nem csak egy gyertyagyújtásról, hanem egy kis hangulati fokozásról is szó van, ugye általában sztár fellépőket is hívtok, illetve sokszor itt a forgatagban helyi zenekarok vagy zeneiskolások is zenélnek. Így van, ez az idei évben is így lesz, sőt azzal kiegészül, hogy nem csak a vasárnapi napokon. Nem csak a vasárnapi nap a hangsúlyos, hanem ugye az egész időszaknak kellene egy örömteli, várakozással teli hangulattal megtöltődnie, ezért úgy gondoltuk, hogy a kedd és csütörtöki napokon a nyíregyházi iskolások mutatják meg, hogy mit is tanultak, mire készültek, ők már nagyon lelkesek, ők már főpróbáik is lassan lezajlanak, úgyhogy kedd és csütörtöki napokon mintegy 18 iskola mutatkozik be, úgyhogy rengeteg gyermeket várunk fel a Kossuth térre, és ott az adventi színpadon bemutatkoznak, hogy reméljük a szülők is eljönnek meglátogatni, és a szombat és a vasárnapi napokon szintén fellépők lesznek, itt már nem gyermekek, ugye a vasárnap Weisz Viktor, Verép Tamás, a három tenor, Szabó Ádám fog fellépni, de emellett Csernák Mónika és Tibornak is lesz előadása. Megpróbáltuk úgy összeválogatni, hogy ugye mindenki megtalálja, ami őt érdekli, Orpheus Madame is például. Mindemellett ugye szokásos városi karácsonyi hangverseny is megtartásra kerül a nyíregyházi Kantemusz kórus közreműködésével, az 15-én fog kezdődni, de minden programunk ugye 16 óra 30-kor kezdődik el, kivéve a karácsonyi koncertet a nagy templomba, az este 7 órakor fog kezdődni. Ahogy említetted, akkor tulajdonképpen a hét majdnem minden napján lesz program, tehát kedd, csütörtök, szombat és vasárnap. Hát bízunk abban, hogy azért annyira nem lesz nagyon hideg, mert sem énekelni, sem zenélni, sem hallgatni nem olyan jó, mondjuk mínusz 20 fokban. Volt már egyébként, emlékszem, olyan adventi időszak, amikor tényleg embert próbáló dolog volt színpadon állni, és akkor is ugyanolyan lelkesedéssel énekeltek a fellépők. A fellépőknek is azért teljesen más egy ilyen szép karácsonyi fényekbe úszó főtéren fellépnie, ezért ők is rendkívül lelkesek, egy minimális színpadi fűtés azért hárunkkel kulisszatitkot nekik van, illetve azt tudni kell, hogy kedden és csütörtökön ugye három iskola is fellép, tehát egy 15 percet, de a gyerekek lelkesek, tehát rájuk nekünk kell vigyázni, illetve mint szülők tudjuk, ők mennének, ők nem veszik észre a hideget ebbe az örömteli időszakba, meg ebbe a kis izgalomba, hogy azért ők is fellépnek, de rendkívül
én is úgy gondolom, hogy sikerült egy nagyon jó programot összeállítanunk, érdekes lesznek, és lehet, reméljük az esőt elkerüljük, és inkább hóesés vagy hideg, hisz télről van szó. 3-án például délután 3-kor motoros Mikulások is megérkeznek a Kossuth térre, amivel elindítjuk ezt az egész adventi program sorozatot. Ja, akik általában ugye mindig jótékonykodnak, nagyon jó fejek, úgyhogy most is egy jó ügy érdekében pattannak motorra, még akkor is, ugye, hogyha ez nem egy szokványos időszak, és ilyenkor azért már veszélyes a motorozás, főleg, hogyha az utak azért eléggé latyakosak, csúszósak, úgyhogy az autósok legyenek egy kis tekintettel ezen a napon a motoros Mikulásokra. Tamás, hát tudom, hogy még a karácsonyt sem ünnepeltük meg, de egy kicsit azért tekintsünk már így az év vége felé, illetve konkrétan a szilveszterre, ha már itt vagy, hiszen a város arra is készül, arra a napra. Így van, az új évet elbúcsúztatjuk, illetve az új évet köszönteni kell. Ugye december 31-én egy szilveszteri utcabált szervezünk, este 10 órától, DJ Hajnal lesz a diszjokénk, illetve a Menta Projekt zenekar fog fellépni. És ez hajnali 2-ig várunk mindenkit egy közös bulizásra, egy új év búcsúztató, egy új év köszöntőre, ahol reméljük nagyon jó hangulat fog uralkodni. Reméljük szép hóesésbe, mert úgy az igazi. És reméljük, hogy egy nagyon klassz 2024-es év vár ránk, mert azért elég kemény éveken vagyunk túl, és az ember szilveszterkor mindig azon gondolkodott, hogy hú, ez még keményebb volt, mint a tavalyi, és nem is gondoltunk arra, hogy ez bekövetkezett, gondolok itt akár a háborúra, akár előtte a Covid időszakra, szóval tényleg nagyon hullámzó volt, azt gondolom, hogy az elmúlt néhány év, de hát ilyenkor, amikor az ünnepekre készülünk, akkor nem arról van szó, hogy elfelejtjük mindezt, de a várakozással együtt a remény is az emberek szívében elkezd erősödni. A gyertyák közül is meggyújtjuk a remény gyertyáját is, és majd a negyedik ugye a szeretett gyertyája. Igen, tehát az új év búcsúztatások, úgymond a rosszat magunk mögött hagyni, és egy jobbat várni, és úgy köszönteni az új évet, hogy hiszünk is benne, hogy ez itt jobb lesz. Illetve, hogy közösen, ugye ez nagyon fontos az elmúlt időszak miatt, ugye ezért elég súlyos világjárványon, gazdasági válság helyzetek alakultak ki, amikor az emberek eltávolodtak egymást, és pont ezek azok a közösségi alkalmak, amikor együtt érezhetjük jól magunkat, és a közösséghez való tartozás érzése megerősödhet városlakókban, emellett természetesen, mivel ez egy egyházi ünnep is, ezért ugye a vasárnaponként a gyertyagyújtásnál a történelmi egyházak is szerepet fognak kapni, illetve egyházfők is jelen lesznek, akik segítenek meggyújtani az adventi gyertyákat. Tomi, köszönjük szépen, hát akkor áldott ünnepeket kívánunk a Városháza valamennyi dolgozójának, akik ugye tető alá hozták ezt a rendezvényt, és reméljük, hogy sokan mennek majd, és lesznek ott az első gyertya meggyújtásánál most vasárnap, tehát 16:30. Köszönjük szépen, és áldott ünnepet kívánunk. Köszönjük szépen. Nem csak Nyíregyházán, a megye más területein is lesznek majd adventi programok, ebből mutatunk most néhányat. December 2-án a jótékony motoros Mikulásoké a főszerep. Tiszavasváriban a hideg miatt később 9 órától van gyülekező, és 10 órakor indulnak Tiszalökön át, Szorgalmatosig. A túra során nem csak mosolyt csalnak a gyerekek arcára, cukorkát is osztogatnak a tiszalöki gyermekotthonban, és megajándékozzák a mentőállomás hőseit is. A nap végén pedig ingyenes Mikulás parti a klub kávéházban. Fehérgyarmaton a Kossuth Parkban tartják meg az adventi program sorozatot. A gyertyagyújtásokon részt vesznek a történelmi egyházak képviselői, óvodások, általános és középiskolások, valamint a nyugdíjas klub is készül műsorral. A karácsonyi vásárt pedig minden nap ünnepi énekek színesítik. Jánd község önkormányzata és a Jándi Református Egyházközség szeretettel vár mindenkit az adventi vasárnapokon. Csengőszó, forró tea, forralt bor, sütemények és muzsika. Ez várja a gyülekezeti terembe érkezőket. December 3-án a Nyírteleki Közösségi Háznál is meggyújtják az első gyertyát. Az 5 órától kezdődő rendezvény sztárvendége Autcsilla, de lesz forralt bor, meleg tea és kirakodó vásár is. A kisebbeket a Mikulásház várja, az idősebbeknek pedig a Nyírfa Nyugdíjas Egyesület asszony kórusa kedveskedik. Vásáros Namény is nagyszabású adventi programsorozattal készül. Az első adventi gyertyát a görög katolikus egyházközség gyújtja meg a Szent István Parkban, majd a hazai zenei élet egyik kiemelkedő szereplője, Molnár Ferenc karamellat koncertet a Vitkai Református templomban. Berkes Gabriella adventi műsora után Nyírbátorban is meggyújtják az első adventi gyertyát december 3-án. Megérkezik a Mikulás is, aki ajándékként Tom Peti ingyenes koncertjét hozza el a gyerekeknek.
Tokaj színes adventtel várja a város és a környék lakóit. Az adventi köszöntőket a Tokaji Múzeum munkatársai közvetítik, de olyan vendégek is érkeznek majd a programsorozat keretében, mint Dolhai Attila vagy Kriston Milán, a Miskolci Nemzeti Színház művésze. December 5-én és 6-án Nagykállóban várja a kicsiket a Mikulás, a Szabadság téren felállított Mikulásház 10 és 12 óra között tart nyitva. A Gülbaba című zenés játékot nézhetik meg az érdeklődők a Gergely Ugornyai Kultúrházban december 7-én. A darabot Peller Károly rendezte, és a Dériné program hozzájárulásával bárki számára ingyenes az előadás. Akik pedig inkább klasszikus vagy filmzenét hallgatnának, azokat a Nyírbátori Városháza díszterme várja. Itt a Marianne Duo ad ingyenes koncertet a Bátori Estek programsorozat részeként. December 9-én várnak mindenkit, akik szeretnék megosztani a karácsonyi készülődést a sóstói erdő madaraival. A közös madárkalács készítés és madárgyűrűzés 9 óra 30 perckor kezdődik az erdei tornapályán. A résztvevők megismerhetik a téli madáretetés alapvető szabályait, és az etető leggyakoribb vendégeivel is találkozhatnak közvetlen közelről. Adventi kórus találkozó lesz december 15-én Vásárosnaményban. Az eseményre határon túli kórusok is érkeznek például Nagyváradról, Beregszászról és Nagykaposról, de természetesen a helyi férfikar és a gyermekkórus is színpadra áll majd. December 16-án a már hagyományos állatok karácsonyára várják az érdeklődőket az Állatbarát Alapítvány telephelyén. Lesz zene, finomságok, karácsonyfadíszítés, fotósarok, vásár és sok kutyus, akik mind sétára várnak. Idén először bográcsban főtt meleg étellel is várják a látogatókat. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, mert a híradó után folytatjuk majd a víkendet. Mielőtt azonban megnéznénk a vármegye legfrissebb híreit, mondom a játékkérdést, hiszen újra páros mozi egyért lehet játszani. Kérdésünk, hanyadik alkalommal szervezik meg idén a Jónak lenni jó adománygyűjtő akciót? A helyes válaszokat közösségi oldalunkon várjuk, most pedig hírek, aztán jövünk vissza. Kezemben tartom a Kardosfa és más életmorzsák című könyvet. A víkend második részét ezzel indítjuk. Gazdagító és gyógyító folyamat a memoárírás. Ezzel a gondolattal kezdődik a kötet, és hogy valóban így van-e, arról a szerzővel, Kardos Babával beszélgetünk. Jó estét, szervusz, örülünk, hogy eljöttél. Szervusz, én is nagyon örülök, és köszöntöm a nézőket. Kezemben ez a könyv, én tegnap este beleolvasgattam, rögtön meg is hatódtam, és ugye ez egy magánkiadás, most, hogy itt ülsz velem szemben, és személyesen is találkozunk, úgy gondolom, hogy azért ennek az előzménye biztos jó pár év volt, ameddig csak dédelgetted magadban a gondolatot, formáltad, vagy már évek óta írogatsz, és most rendezted ezt egy ilyen gyönyörű kötetbe. Mesélj erről nekünk. Igen, hát ez valóban nem két perc. Én szeretem mindennek megadni a módját, és apám halálának az 50. évfordulójára. Én már összerendeztem ezeket a dokumentumokat, úgy értem fotókat, egyéb írásokat, és össze is fűztem. Ehhez még el kell mondjam azt, hogy mi egy öreg család vagyunk, és itt az évszámok szinte megdöbbentőek. Tehát édesapám 1959-ben halt meg, akkor én 8 éves gyerek voltam, és hát ez hagyta bennem a gyermekkoromban, ez volt a meghatározó érzés. Tehát mindig szándékomban állt, hogy megírjam ezt a történetet, ezt a memoárt a családom tagjairól, mert úgy érzem és úgy gondolom, hogy ők olyan tiszta hittel élték az életüket, ami példaértékű
lehet. Tehát több évig készültem erre, és aztán jött egy olyan trauma, ami meglódította ezt a vágyat, ezt az akaratot, mert ha megszületik benned a vágy, akkor mindenképpen megírod majd egyszer. De ezen az álmatlanul töltött éjszakán döntöttem el műtét előtt, hogy tulajdonképpen minden rendben van az életemben, nem hagyok félbe nagy dolgot. Ezzel az egy dologgal vagyok adós. Lehet azt mondani, bár nem tudom, hogy mi volt a trauma, hogy gyakorlatilag ez vezetett vissza az életbe, hogy ezt az adósságod még törleszd? Nem akarok nagy szavakat használni, igen, egy életmentő műtét előtt álltam is, és akkor úgy éreztem, hogy vagy, és ezért született meg ez a konkrét elhatározás. Ez néhány évvel ezelőtt volt, aztán több évbe került, még aztán nyomda alá is rendeztem ezt a kis memoárt, könyvet. Említetted, 8 éves voltál, gyakorlatilag egy olyan hiánnyal élted le a teljes életedet, ami azért sokak számára ismeretlen, akik még időskorukban is élvezhetik a szüleiknek a jelenlétét. Úgyhogy úgy érzem, hogy ezt a hiányt talán ezzel a könyvvel egy picit sikerült, ha nem is teljes mértékben begyógyítani, de egy kicsit talán foltozgatni, hiszen azzal, hogy most akár én olvashatok a te édesapádról, ezzel egy kicsit visszahozzuk őt ide ebbe a valóságba, és megkapja azt az elismerést, amit azt gondolom, hogy még hosszú időn keresztül hát úgy lett volna fair az élettől, hogyha ez megtörténhetett volna. Akkor mesélj, vagy talán olvass egy picit ebből a könyvből, mert remélem, hogy a nézőknek is kedvet adunk hozzá, hogy elolvassák majd. Van-e olyan rész, amit szeretnél velünk megosztani? Igen, van egy olyan rész, amit szeretnék megosztani, mert ezen magam is meglepődtem. Hát bátorság kell ahhoz is, hogy az ember feltárja a családja életét, és ez mindig végigvezetett tehát mindig felmerült ez a kérdés, hogy van-e jogom hozzá, hogy ami eddig csak a családom titka élete volt, azt most, azzal most én kilépjek a nyilvánosság elé. Visszatérve hiányérzettel töltöttem a gyermekkoromat, és ez a könyv, tehát azt, hogy megírtam, az nagyon-nagyon sokat segített nekem ennek a feldolgozásában. Ahogy kezdted is a bevezetőben, hogy gyógyító és gazdagító érzés a memoárírás. A trauma, amiről beszéltem, vagyis hogy egy élmény, ami számomra is meglepetést jelentett. Elakadtam az írásban, és napokig úgy éreztem, hogy ezt most már nem fogom tudni folytatni, amikor egy éjjel felébredtem, és vezetett az útam az írományom felé. És itt kiteljesedett József Attilának az a versora, vagy versszaka, hogy én írok, ők fogják ceruzámat, én érzem őket, s emlékezem. Leültem, és reggelig írtam. Reggelre olyan dolgok születtek, amik, mint mondtam, számomra is meglepetést okozott. Na, ebből szeretnék én egy kis részt felolvasni. Valahányszor darumadarat látok, vagy a darumadár fenn az égen kezdetű nótát hallom, mely egyik kedvenc nótája volt apámnak,
sírás nélkül nem is tudom énekelni, mindig rá gondolok. Talán a lelke egy darumadárba költözött, hiszen nemes volt és fent hordta a szép fejét, mint ez a madár. Fenséges szárnyai gyanánt határtalan segítőkészségét terjesztette az embertársai fölé. A szép röptű, gyönyörű mozgású madárhoz hasonlóan mindig egyenesen járt. Szalagos kalapja mellé darutollat fűzött, a mitológiában a daru, a becsület, a hűség és a béke jelképe. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és ha még maradt ihlet, mert úgy gondolom, hogy egy könyv után még nagyon sok íróban ott van az újabb és újabb vágy, hogy még valamit leírjon, akkor kívánom, hogy a kezedet ilyen határozottan vezessék. Köszönöm szépen. Majd. Egyetlen gondolatot szeretnék az olvasókra hagyni, vagy a nézőkre és majdani olvasókra. Albert Schweitzer idézetével indítom a könyvet, itt pedig mint egy üzenetet szeretném meghagyni. Az egyetlen fontos dolog, amikor elhagyjuk ezt a világot, azok a szeretett nyomok lesznek, amelyeket hátrahagyunk. Köszönjük még egyszer. Kedves nézők, mi pedig egy kis gasztronómiával folytatjuk, hogyha azt mondom, hogy tepertő, hagymásvér és pálinka, akkor valószínűleg mindenkinek egy igazi disznóvágás jut majd az eszébe. Nem véletlenül, hiszen a Nyírségben nagy hagyománya van ezeknek a rendezvényeknek. Nemrég például Balkányban járt stábunk egy disznótoroson. Sertéshúsból készült a húsleves szombat délelőtt Balkányban. Aki azonban nem várta meg a hagyományosan ebédre készülő ételt, tepertővel, szalonnával, hagymásvérrel már előtte könnyen jól lakhatott bármelyik sátorban. Finomságokból és pálinkából, ennél fogva jó kedvből sem volt hiány a harmadik alkalommal megrendezett Szent András napi disznóvágáson. Az eseményt összekötötték a Magyarok Kenyere adományozó program vármegyei záró ünnepségével. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke azt mondta, a gazdáknak minden esetben kötelességük elsőként segítséget nyújtaniuk a bajba jutottaknak. Ez a közömbösségnek véget kellene vetni, és ez a mi szlogenünk, hogy így nevezem, nagyon jó arra, hogy a 15 millió magyar éljen, ez nem csak itt a Kárpát-medencében, ha összefog, és az összefogásnak nagy jeleit mutattuk itt a 21-es évben is, illetve a 22-es aszályos évben is, amikor erre szükség volt. Én azt gondolom, hogy a gazdák példát mutathatnának az egész ország előtt, hogy az összefogás eredményeket tud hozni. A Magyarok Kenyere programban idén emelkedett az adományozók száma, a jobb termésnek köszönhetően pedig dupla annyi liszt jut el a rászoruló családoknak, mint a tavalyi évben. Ezek az adományok elsősorban a kárpátaljai honfitársaink számára szinte életmentő hatással bírnak, abban az értelemben, hogy szinte egész évben el tudjuk őket látni liszttel a kenyérsütéshez. Ezen túlmenően természetesen itt az anyaországon belül is a rászoruló családoknak, különböző intézményeknek, amelyek elsősorban karitatív tevékenység kapcsán tudnak segíteni. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntőjében arról beszélt, komoly identitás megőrző jelentősége van a Szent András napi rendezvénynek. Mindenféleképpen jó, hogy ezt átörökítjük nemzedékről nemzedékre. Jószerűen falusi disznóvágások megszűntek, de ezek a fesztiválok maradtak számunkra, hogy ilyen módon is átörökítsük ezt a hagyományt, és a fiatalabbak is találkozhassanak ezzel. Simó Miklós országgyűlési képviselő kiemelte, a Nyírségben nagyon erős hagyománya és közösségi jelentősége van a disznóvágásnak, ezért is fontos, hogy a rendezvény megálmodóinak köszönhetően ez még sokáig a felszínen maradhat a vármegyében. Az édesapám még levágták a disznót, még szalmával perzseltük annak idején. Nyilván a férfiak pálinkát, itt a fogópálinkát, a gyerekeknek pedig jutott egy kis füle vagy farka. A fiatalok már erre nem emlékeznek, és ezt a hagyományt vállalta fel, hagyományőrzést vállalta fel az Egyesület. A Szent András napi disznóvágáson részt vett Nagy István agrárminiszter is. A tárcavezető a hagyományápolás mellett beszélt arról is, hogy idén kiváló volt a hazai sertésállomány,
Az állattartók pedig 2024-ben is jelentős támogatásokra számíthatnak. Jövő tavasszal újra lehet pályázni az állattenyésztő telepek korszerűsítésére, több 100 milliárd forint fog rendelkezésre állni ahhoz, hogy akár a sertéstenyésztők is megújítsák telepeiket, hiszen ahhoz, ha versenyképesek akarnak lenni, ha élő munkaerőt akarnak spórolni, ha jobb takarmányozási rendszert akarnak, ha jobb energetikai rendszert akarnak, ha az állategészségű nívóját akarják emelni a telepnek, az állat jóléti színvonalát akarják emelni a telepeknek, akkor rendelkezésre állnak ezek a források. A Balkányban rendezett Szent András napi disznóvágáson és Pálinka mustrán a vármegye különböző értékeit is bemutatták. A rendezvény szombaton kora reggeltől egészen késő délutánig tartott a városban. Kedves nézőink, a weekend elején egy kiállítást is ígértem. Liftbe ragadt emberiség címmel nyílt képzőművészeti tárlat, amelyen az Átutazók Művészeti Egyesület 14 alkotójának műveiből láthatnak ízelítőt az érdeklődők. Spirituális kiállításra várja az Átutazók Művészeti Egyesület a látogatókat a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermébe. A tárlaton 14 alkotó munkáiban mélyedhetnek el a nézők. A kiállítás címe a Liftbe ragadt emberiség. Szerintem ez önmagáért beszél ez a képcím. Tehát az, amit hozzá lehetne tenni, az annyi, hogy az emberiségnek erős morális problémái vannak most itt így globálisan nézve, és így mi nem vagyunk forradalmárok, mi nem hepciáskodni akarunk, nem ítélkezni akarunk, vagy bármi ilyesmi, hanem csak a magunk kivezető útjait akarjuk megmutatni. A tárlaton számos képzőművészeti stílus és technika látható. Éppen ennek a sokféleségnek a bemutatása a célja az Átutazók Művészeti Egyesület közösségének. 14 kiállító van, és ugye mindjárt az átutazókhoz tartoznak. Nagyon sokféle, sokszínű, tehát és ezt szeretjük is, hogy a sokszínűség megvan, és hogy benne van az, hogy van olyan, aki már 30 éve állít ki, valaki most először, tehát hogy mi nem csinálunk ilyen szelektálást, hanem pontosan ez a sokszínűség az ezt mutatja meg, ami pont a megoldás, hogy a sokféleségből lehet tanulni a legtöbbet. És itt van abszakép, fotó, figurális festészet, akvarell, tehát minden, tehát lényegében majdnem mindenféle ágazata megvan a festészetnek. A spiritualitás, az önismeretre törekvés az átutazók alkotóinak közös nevezője. 2002-ben jött létre ez az egyesület, és a célja az volt, hogy összegyűjtsem azokat az embereket, akiknek hasonló gondolkodásuk van. De mondom, ez azóta is jönnek-mennek az emberek, tehát ugye mindenki változik, én is, mindenki, és épp ezért a közös nevező az mindig az, hogy olyan tartalmakat hozunk létre, szépség, erő, előremutatás, ami egyfajta kiút abból a kalodából, ami most így vár így az emberekre. Tehát a hátam mögött láthatóak a képeim, a középső képnek az a címe, hogy a királynő békét akar. Ezt még jóval az ukrán-orosz konfliktus előtt festettem, de most van egy aktualitása. Tehát, hogyha megnézed a képet, a királynő félig fekete, félig fehér. A többi kép az pedig a táguló kozmikus gondolkodásmódról szól igazából. A Lift beragadt emberiség című kiállítás január 10-éig tekinthető meg a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermében. A weekend első részében már láthattak egy kis morzsát a 21. Országos Ifjúsági Néptáncfesztiválból. Most mutatunk még egy táncot, a Nyíregyházi Figurás Táncegyüttes produkciója következik.
Nem csak Nyíregyházán, a megye más területein is lesznek majd adventi programok, ebből mutatunk most néhányat. December 2-án a Jótékony Motoros Mikulásoké a főszerep. Tiszavasváriban a hideg miatt később 9 órától van gyülekező, és 10 órakor indulnak Tiszalökön át, Szorgalmatosig. A túra során nem csak mosolyt csalnak a gyerekek arcára, cukorkát is osztogatnak a tiszalöki gyermekotthonban, és megajándékozzák a mentőállomás hőseit is. A nap végén pedig ingyenes Mikulás parti a klub kávéházban. Fehérgyarmaton a Kossuth Parkban tartják meg az adventi program sorozatot. A gyertyagyújtásokon részt vesznek a történelmi egyházak képviselői, óvodások, általános és középiskolások, valamint a nyugdíjas klub is készül műsorral. A karácsonyi vásár pedig minden nap ünnepi énekek színesítik. Jánd község önkormányzata és a Jándi Református Egyházközség szeretettel vár mindenkit az adventi vasárnapokon. Csengőszó, forró tea, forralt bor, sütemények és muzsika. Ez várja a gyülekezeti terembe érkezőket. December 3-án a Nyírteleki Közösségi Háznál is meggyújtják az első gyertyát. Az 5 órától kezdődő rendezvény sztárvendége Autcsilla, de lesz forralt bor, meleg tea és kirakodó vásár is. A kisebbeket a Mikuláshez várja, az idősebbeknek pedig a Nyírfa Nyugdíjas Egyesület asszony kórusa kedveskedik. Bársáros Namény is nagyszabású adventi programsorozattal készül. Az első adventi gyertyát a görög katolikus egyházközség gyújtja meg a Szent István Parkban, majd a hazai zenei élet egyik kiemelkedő szereplője, Molnár Ferenc karamellat koncertet a Vitkai Református templomban. Berkes Gabriella adventi műsora után Nyírbátorban is meggyújtják az első adventi gyertyát december 3-án. Megérkezik a Mikulás is, aki ajándékként Tom Petty ingyenes koncertjét hozza el a gyerekeknek. Tokai színes adventtel várja a város és a környék lakóit. Az adventi köszöntőket a Tokai Múzeum munkatársai közvetítik, de olyan vendégek is érkeznek majd a programsorozat keretében, mint Dolhai Attila vagy Kriston Milán, a Miskolci Nemzeti Színház művésze. December 5-én és 6-án Nagykállóban várja a kicsiket a Mikulás, a Szabadság téren felállított Mikulás ház 10 és 12 óra között tart nyitva. A Gülbaba című zenés játékot nézhetik meg az érdeklődők a Gergely Ugornyai Kultúrházban december 7-én. A darabot Peller Károly rendezte, és a Dériné program hozzájárulásával bárki számára ingyenes az előadás. Akik pedig inkább klasszikus vagy filmzenét hallgatnának, azokat a Nyírbátori Városháza díszterme várja. Itt a Marianett Duo ad ingyenes koncertet a Bátori Estek programsorozat részeként. December 9-én várnak mindenkit, akik szeretnék megosztani a karácsonyi készülődést a sóstói erdő madaraival. A közös madárkalács készítés és madárgyűrűzés 9 óra 30 perckor kezdődik az erdei tornapályán. A résztvevők megismerhetik a téli madáretetés alapvető szabályait, és az etető leggyakoribb vendégeivel is találkozhatnak közvetlen közelről. Adventi kórus találkozó lesz december 15-én Vásáros Naményban. Az eseményre határon túli kórusok is érkeznek például Nagyváradról, Beregszászról és Nagykaposról, de természetesen a helyi férfikar és a gyermekkórus is színpadra áll majd. December 16-án a már hagyományos állatok karácsonyára várják az érdeklődőket az Állatbarát Alapítvány telephelyén. Lesz zene, finomságok, karácsonyfadíszítés, fotósarok, vásár és sok kutyus, akik mind sétára várnak. Idén először bográcsban főtt meleg étellel is várják a látogatókat. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe. Ha valamiről lemaradtak, vagy valamit újra néznének, azt megtehetik a Kölcsei Televízió Magazinok YouTube csatornán. Ne feledjék játékkérdésünket, és vasárnap önök is gyújtsák meg a híd gyertyáját az adventi koszorún. Jövő héten pedig tartsanak velünk ugyanebben az időpontban. Megmutatjuk majd többek között, hogy milyen volt Szentpáli Roland koncertje. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!